És hello, sziasztok, én Stefan vagyok, és itt lennék egy újabb videóval, amiben a drónomat fogom nektek bemutatni. Ugye, mint látjátok, itt van a távirányítója, itt az aksi, illetve itt a drón. Van rajta egy ragasztó is egyébként, egy két oldali ragasztó, hiszen a kamerát ezzel szoktam rá tenni, úgymond, hogy ha videókat csinálok. És akkor nézzük is meg, hogy hogyan is működik ez úgy normálisan. Ugye ez egy 2200 mAh-es akkumulátor. Fogjuk. Simán. Lenyomjuk. És már bent is van a helyén. Ugye ezt ki kell nyitni. Egyébként ez egy SG900-as drón. Ha hosszan nyomjuk, akkor be is fog kapcsolódni. És ezt fogja nekünk jelezni fényekkel is. Nem tudom, mennyire látszik egyébként a fények miatt, de ugye zöld, illetve piros fényekkel világít. Itt van egy kamera, ugye ezt a normálisabb, drágább drónoknál már lehet mozgatni távirányítón keresztül is, ez sajnos csak kézzel, illetve van itt egy szintén egy kamera, ami viszont lent kamerázik, illetve egy optikai szenzor is egyben, úgyhogy igen. Szintén ezt is hosszan kell nyomni, egyébként ez is aksis. Kell nyitni, ugye, ez az adóvevő, illetve ide lehet a telefont rakni, hogyha ugye követed a kamerát. Én nem szoktam, mivel eléggé rossz képet csinál. Ez a speed, tehát a sebesség, most van közepesen, illetve most gyors. Ez csak GPS-es drónoknál működik, ez a hazatérés funkció. Ugye, mivel ebben nincs GPS, így nem tud hazatérni. Jobb oldalt, illetve a videó, és a fotó mód. A bal oldali ugye fel le, és forog a drón jobbra-balra, illetve a jobb oldali az előre, hátra, balra, jobbra. Lényegében ennyi. És nézzük is meg, hogy hogyan is működik ez a dolog. Fel, le, és már megy is. Úgyhogy nem könnyű egyébként kamerázni is egybe, meg irányítani is, de ott a drón. Megy felfele, nem tudom mennyire látszik egyébként. Bár most nagyon-nagyon magasan vagyunk. Nem tudom, mi látszik belőle. De már ott megy fent. Nem nagyon tudok így videózni egyébként. Hú, basszus. Elég fogni egyébként, de nap is a szemembe felesít. És minket néz egyébként. És akkor kicsit lejjebb engedem, mert így lehet aztán irányítani. És akkor most, ha minden igaz, akkor látjátok. És akkor menjünk igazából egy kört szerint. Na, mondó vagyok. Ups. Elkapta a fát. Nem volt feltöltve teljesen az aksi, lehet, hogy már merül is egyébként, de megnézzük egy pillanat. Hát így nagyon király lesz egyébként. Szerintem az zavarja, hogy neki ment a fának, és amiatt nem akar normálisan működésbe lépni. Vagy pedig merül az aksi tényleg, mert nem volt feltöltve rendesen. Ez mindjárt kiderül.
Ha most felszáll, akkor... Na, oké. Megpróbálom mondjuk itt rátenni erre a cuccra. Úgy látom, nem akar megállni, de megáll. Hoppá! Egészen idáig állt meg, úgyhogy... Nem tudom így rátenni normálisan, hogy megálljam. Úgyhogy muszáj kézbe fognom. Se állványom, se semmi. Úgyhogy nézzük. Megy ez, mint látjátok, nem, nincs lemerülve. Csak az előbb megzavarta a... az adott dolog. Mint látjátok, egyébként ha nem fújna a szél, akkor ő meg is állna magának a levegőbe. Mivel kínából van ez a drón, így semmi probléma nincs vele. Nem tud törni, legalábbis még eddig nem tört. Húzza nagyon a szél félre fel egyébként. Az a legnagyobb probléma. És igen, most merült le. Mint látjátok. De mindjárt kiderül egyébként, megpróbálom még egyszer bekapcsolni. Igen, ez már egyébként le van merülve nagyon, mert látjátok, már azonnal vissza is esett. Úgyhogy szerintem ebbe a videóba tökéletesen bemutattam a drón. Mint látjátok, nem valami okos drón, hiszen nem jelez úgymond semmire. Kis füvet összeszedtünk, amit ugye leszedek róla. És igazából a következő videóban, hogyha szeretnétek, akkor a számítógépem konfigurációját meg fogom mutatni nektek. Pontosabban nem is a konfigurációját, hanem a számítógépes perifériákat, mint például billentyűzet, egérpad, egér, fülhallgató, erősítő, és igazából minden, ami a számítógépem köré van felépítve. És hát köszönöm, hogy megtekintetted ezt a videót. Stefan voltam, sziasztok!